Illa Naváté a színpadon, legalábbis még nem a színpadon, de ameddig a színpadon lesz, szeretném kérni, hogy tartson ki a tarts, ne fáradjunk el, legyünk kemények. Kezdett el visszaszámolni a fiú, akit a fejében élő narrátor most, hogy minden a végéhez ért, végre hagyott szóhoz jutni. 9. Eddig még jó. A kilátás is. Még így is, hogy most épp minden suhan. Az ott lenn, nem pont például egy jó kis önfelmentés. Azt ismeritek, hogy egy ember leugrik a 10. és a lakók minden emeleten azt hallják tőle, hogy 8, hogy eddig még jó. Nagyjából 8 éves korom környékén jutott először eszembe, hogy mi van, ha mindent álmodok csak. Hát tényleg minden teljesen olyan téttelen pont, mint ez a zuhanás most pisztollyal a kézben. Mert mint hogy érted, vagy nem érted, hogy ez mégis mi a fasz? 7. Eddig még BOM! Néha azt érzem, akkor szabadulok meg tőled végleg, ha végre te ráírom a füzetet, aminek a végén elrejtetted a kérdést, hogy elveszlek-e feleségül. Mostanában nem merek írni egyáltalán. Nem kellett volna. Vagy nem így kellett volna mégse, én nem így képzeltem el a rendet. Nem kellett volna kidobni csak a fölöslegest. Nem a könyörületet. Mert tényleg nem éri meg. Néha azt érzem, akkor tűnsz el végre, ha meghal a kutyám, akit közösen kezdtünk el nevelni. Meglehetősen ambivalens a halálát várni, épp mint leugrani a 10. és közben magamtól kapni ki orosz ruletben. De túlélni a fejlövést. Mert most akkor nyertem? Vagy vesztettem? És nem kurvára mindegy, ha közben baszki még mindig zuhanok? 6. Eddig volt jó. A gravitációs gyorsulás mértéke kerekítve 10 méter per szekundum négyzet. Kérdés, ha egy 70 kg tömegű tehetetlen test nyugalmi állapotból kezdte meg zuhanását egy 10 emeletes bérház tetejéről, akkor milyen magasak az emeletek, ha a becsapódásig eltelt idő pontosan 3,15 század másodperc. Szorgalmi feladat haladóknak, várhatóan milyen mély krátert üt majd, ha csak 5. Te tudjátok, hogyan lehet megtanulni repülni? 2 lépésből áll. El kell esni. Ez az első. És ez viszonylag könnyű, de a második rész az igazán trükkös. El kell felejteni, földet érni. Mondjuk egy golyó a fejben egész jó figyelemelterelés, mert egyébként is végre jól jön, hogy soha semmit nem tudok befejezni. Persze túlzok, 4 befejezett fél évem is van, 3 főiskoláról soha semmit nem tudok befejezni, nincs diplomám, bénán szakítok, újra olvasom a könyveket, mert túl hamar végük, soha semmit nem tudok befejezni, az életet sem sikerült, eddig pedig én aztán igazán próbálkozok. 13 éves korom óta dohányzom, 14 évesen rúgtam be először, 15 éves voltam, amikor kipróbáltam a füvet, soha semmit sem tudok.